Új élelmiszerkereskedelmi egység ünnepélyes megnyitójára gyülekeztek a meghívott vendégek november utolsó napjának reggelén az Újház helyen, az Eszlári utca elején. A Puerta Nánás Kft. Ugyanis valóra váltotta elképzelését, és egy minden igényt kielégítő, összességében 800 négyzetméter alapterületű élelmiszeráruházat épített meg, és adták át az itt élőknek, a városlakóknak. A megjelenteket a tulajdonos ügyvezető ifjabb Sevestyén László köszöntötte, és szólt a beruházás indulásáról, a rekord rövid idő alatt megtörtént építkezésről, amely az uniós támogatású Széchenyi Terv Plusz program keretében valósult meg. A fejlesztés több mint 300 millió forint támogatásban részesült, 70%-os támogatási intenzitás mellett. A Sevestyén család nem kezdő a szakmában, hiszen évtizedek óta működtetik a köznyelven csak házhelyi boltként ismert élelmiszerüzletet, amely azonban egyre szűkebbnek bizonyult. A házhelyi boltot mióta üzemeltetjük, mindig azt éreztük, hogy kinőttük. Sokkal nagyobb volt a vevői érdeklődés, mint amikor alapterületünk volt, ezért megunva az, hogy folyamatosan falakat bontottunk ki, meg hozzáépítettünk, egy új koncepcióval házhelyi bolttal szemben egy zöldmezős beruházásban megépítettük ezt a közel 800 négyzetméteres üzletet. Természetesen számítunk az eddigi vevőkre is, de szeretnénk, hogyha sikerülne nyitni új vásárlók irányában is. A rövid idő alatt megépült üzletház építését nagyon gondos tervezés, előkészítés előzte meg. Fél évvel ezelőtt volt a alapkőletétel, de az alapkőletétel előtt egy több mint egy fél éves munka folyt, hogy eljussunk odáig, hogy az alapkőletet le tudjuk tenni. Ezek háttérmunkák, leginkább a tervezői, szervezési feladatokat végeztük el. És gyakorlatilag az építőanyag árrobbanásra reagálva, amíg a tavalyi évben az építőanyagok nagy részét beszereztük, ezért nem kellett várni, nem voltak azok a logisztikai problémák, amik most általában jellemzőek a építőanyag piacon is, ezért sikerült most arra megnyitni. Az üzlet egy 400 négyzetméteres eladóterő és egy másik 400 négyzetméteres kiszolgáló helyiségek, irodai és raktár épületrészből áll. A választékot úgy alakítottuk ki, hogy a legmagasabb színvonalnak is megfeleljen. Nagyon erősnek gondoljuk a friss áru részlegünket, ez a tőkehús, csirkehús, pékáru zöldség részleg. Maga a választék pedig több mint 10 000 féle áruval várjuk a kedves vásárlókat. Nagy Nillegény Ildikó alpolgármester asszony a város nevében mondott köszönetet a Sevestyén családnak, hiszen közismert, hogy a kereskedő szakma generációkon átívelő náluk. Egy olyan családról van szó itt Hajdonánáson, akik mind a mezőgazdasági, mind a kereskedelmi tevékenységük során igen jelentős eredményeket értek el itt Hajdonánáson. És tették mindezt úgy, hogy mindig szorosan együttműködve a lakossággal és önkormányzatunkkal. És én azt gondolom, hogy ennek nagy jelentősége van egy város életében, kivált kép úgy, hogy azért ez több generáción keresztül meg tud valósulni. Ez a beruházás nem csak a cég életében fontos, hanem a város tekintetében is, fogalmazott alpolgármester asszony. Egy város életében minden beruházás nagyon jelentős, és minden beruházás példaértékű, hiszen ha egy picit visszább gondolunk, 10-12 évvel ezelőtt közel 13%-os munkanélküliségről beszéltünk itt Hajdonánáson, ez ma már 3% körüli, és egyes ágazatokban pedig munkaerő hiányról is be tudunk számolni. És egy városvezetésnek erre egyetlen hathatós válasza van, az pedig a munkahelyek teremtése. És ma azt hiszem, hogy ez a beruházás 30 embernek ad munkát, ez rendkívül jelentős egy város életében. És mi továbbra sem számolunk le azzal az akaratunkkal, hogy Hajdonánás egy önellátó, egy önfenntartó város tudjon maradni. És ehhez elengedhetetlen az, hogy azon túl, hogy képesek vagyunk magunknak élelmiszert előállítani, megtermelni, elengedhetetlenül fontosak a nánási vállalkozások, és az, hogy ők tényleg nánásiként tudjanak gondolkozni. Itt fejlesztenek, itt ruházzanak be, ide adózzanak, és itt a nánási embereknek teremtsenek munkahelyeket. Az üzlet közvetlen közelében egy játszótér is megépült, amely már Nagy Nélegény Ildikónak, mint a kerület önkormányzati képviselőjének volt az ígérete. Be tudtam tartani ezt az ígéretemet, hiszen elkészült, és ebben két embernek kell köszönetet mondanom, dr. Tiba István képviselő úrnak, aki segített a forrást megtalálni ehhez a játszótérhez, és persze Lacinak is, akivel meg tudtuk ezt a közös gondolkodást valósítani és folytatni, és azt gondoltuk, hogy a két fejlesztés egy olyan környezetben valósuljon meg, amit a körzetet élhetőbbé, szebbé, innovatívabbá teszi.
Tiba István országgyűlési képviselőnk szintén az elismerés hangján szólt az áruházról. Amikor meghívást kaptam erre az átadóra, akkor már nagyon örültem, hiszen májusban az alapkőletételnél elhangzott az, hogy még az idén elkészül ez az épület, és ez mindenképpen büszkeségre ad okot. Természetesen elsősorban a tulajdonosnak és családjának, Hajdúnánásnak, de egy képviselőnek is, hiszen bizonyítja azt, hogy legyen bármilyen nehéz a helyzet az országban, ha valaki határozott, elszánt, céltudatos és valamit meg akar építeni, akkor meg tudja építeni. És valóban így van, hiszen most itt vagyunk ezen az átadón, és látjuk, hogy, vagy láttuk, ahogy kollégámmal megérkeztünk, hogy nem csak mi örülünk ennek, hanem nagyon sokan, hiszen a parkoló tele van. Ez jelenti egyrészt azt, hogy van megfelelő nagyságú parkoló, másrészt pedig azt, hogy valóban olyan az árukészlet, amiért érdemes eljönni. Bárhol szerintem Magyarországon megállná a helyét, és magyar érdekeltségű magyar tulajdonú, és szerintem erre büszkék lehetünk mindannyian. Nem véletlen, hogy a kormány elsősorban igyekszik a hazai vállalkozásokat támogatni, és minden tiszteletem, elismerésem és megbecsülésem a tulajdonosé, hogy ilyen igényes módon, ilyen árukészlettel áll a magyar vásárlók rendelkezésére. Az átadó ünnepségen jelen volt Fodor Attila, a CBA üzlethálózat kommunikációs igazgatója is, aki szintén elismerését fejezte ki, hogy ebben a nagyon gyorsan változó világban a Sebestyén család ekkora beruházást valósított meg. Ebben a folyamatosan és nagyon gyorsan változó világban kell olyan reakciókat adnunk, amellyel a túlélésünket, a fejlődésünket és természetesen a legfontosabbat, a vásárlók kiszolgálását, magas szintű kiszolgálását tudjuk a mindennapokban szavatolni. Nagy tisztelet és köszönet a CBA valamennyi dolgozójának, a kollégáimnak, abban a tekintetben is köszönet illeti őket, hogy a koronavírus járvány időszakában, illetve a mostani nehéz idők alatt is folyamatosan magas szintű munkát nyújtanak és várják a vásárlókat, akik azt gondolom, hogy elégedetten távoznak üzleteinkből. És ebben a nehéz gazdasági helyzetben azt gondolom, hogy különösen nagy dolog az, hogy a Sebestyén család ismét egy ilyen nagy fába vágta a fejszéjét, és Hajdúnánáson egy valóban világszínvonalú élelmiszer szupermarketet valósított meg, és ezzel tisztelve az itt lakókat, megbecsülve őket, hiszen azt gondolom, hogy a megbecsülésnek egy fontos megnyilvánulása az, hogy az itt lakó közösség milyen élelmiszerüzletben tudja megtenni a napi bevásárlását. Akkor történjen meg a csoda, és legyenek meg a szalagok, vigyenek magukkal egy darabot belőle, és mindig emlékezzenek rá. A köszöntők után az avatószalagot Fodor Attila, Tiba István, Sebestyén László és Nagy Nélegény Ildikó vágták át, és ezzel megnyitották az üzlet kapuit a már türelmetlenül várakozó vásárlók előtt, akik óriási áruféleségből és mennyiségből válogathattak kedvükre. Köztük a hatósági áras termékekből is, amelyekből néhány áru esetében itt is korlátozott mennyiséget lehetett csak vásárolni. A hatósági áras termékek azt gondolom, hogy a vásárlók számára nagyon kedvező dolgot hoztak el, hiszen minnyájan látjuk, akik élelmiszert vásárolunk, hogy az elmúlt egy évben nagyon jelentős mértékben emelkedtek az élelmiszer termékek árai. Ez alól kivételt jelentenek a hatósági ár szabályozás alá került élelmiszertermékek, ott nem következtek be ezek az árdrágulások. A kedvező árak miatt viszont egy nagyon jelentős mértékű kereslet tapasztalható ezen termékek iránt, és sok esetben a beszállítók nem tudják ezt a megemelkedett igényt minden pillanatban az üzletláncunk rendelkezésére bocsátani. Ezért országszerte más hálózatoknál is ideiglenesen áruhiányok kialakulhatnak. Mi azonban nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a folyamatos és zavartalan ellátást biztosítsuk a vásárlóinak, ezért nagy mennyiségeket szereztünk be ezekből a termékekből, és nem igazán jellemző az, hogy hiányok alakulnának ki a mi üzleteinkben ezekből a termékekből, hiszen fontosnak tartjuk azt, hogy annak ellenére, hogy a kereskedelmi szereplők számára komoly veszteségei származnak az ástapos termékek értékesítéséből, a vásárlóknak megadjuk ezt a fajta alternatívát. Van, ahol a felvásárlások miatt mennyiségi korlátozást is be kellett vezetnünk, de ez alapvetően azért kellett megtennünk, hogy további értékesítési szándékkal való felvásárlások
lakóknak tudjunk gátat szabni, és a lakosságot tudjuk folyamatában megbízhatóan ellátni ezekkel a termékekkel is. Az idén éppen 30 éves magyar tulajdonú üzlethálózat a hazai élelmiszer kiskereskedelem piacán az ország egész területén jelen van, amelyben minőségi ugrást jelentett a Prima kategória bevezetése. Több mint egy évtizede létrehoztuk a Prima minőségi kategóriát azért, hogy jelezzük a vásárlók számára, hogy ezekben az üzletekben egy magasabb, prémiumabb kiszolgálást és termékválasztékot talál a CBA-hoz képest is. Erre törekedtünk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy a Prima márka eljutott a Sebestyén családnak is köszönhetően Hajdunánás településre, és azt gondolom, hogy a vásárlók számára ez egy nagyon kedvező vásárlási lehetőséget fog biztosítani, hiszen nagyon magas szintű az árukínálat, és természetesen kedvezőek a fogyasztói árak is. Mi nagyon nagy szeretettel, barátsággal fogadjuk őket, és szeretnénk az életük részévé válni. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az üzlet mellett kialakításra került játszótérben is főszerepet játszottunk. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar embereket, a magyar vásárlókat szolgáljuk ki, és a társadalom részévé váljunk azzal, hogyha egy üzletet telepítünk egy városban vagy egy kisebb településen is. Az új üzlet szükségszerűen hozta magával a foglalkoztatottak számának növekedését is, amely újabb családok egzisztenciális biztonságát segíti. A régi Hászai boltban, amit szemben található, 11 kollégával végeztük a napi feladatokat. Itt a mai nap 30 dolgozó dolgozik itt ezen a telephelyen. Habár az itt élők nagyon szerették a régi Házhelyi boltot, de a szép, új, mindennel felszerelt, gazdag áruválasztékú üzletben már a nyitás napján is örömmel vásároltak sokan sokfélét.